Minden napra jut egy kis változékonyság, ma csapadékra nem kell számítani, sőt, nem is igazán lesz borongós az idő, viszont feltámad az északi hűvös szél. Jó reggelt kívánok az M1 nézőinek, Molnár Csilla vagyok. A frontérzékenyek is egy kicsit fellélegezhetnek, ugyanis fronthatásra nem kell számítani. A mediterrán ciklon, amely az elmúlt időszakban a déli vármegyékben bizony nagyobb mennyiségű csapadékot is okozott, mára elhagyta térségünket. A hajnali órákban azért pára és kötfoltok előfordultak, de mivel napos lesz az idő, már a reggeli óráktól kezdve egyre több felé, ezért nagyon gyorsan megszűnnek a pára és kötfoltok is. És már is láthatják a Kárpát-medence műhold felvételén, hogy észak felől bizony nagyon határozottan csökken szakadozik a felhőtakaró, ahogy haladunk előre az időben. Így délután már nagyrészt napos lesz az idő, viszont az úgynevezett összeáramlási zónában, itt a Duna-Tisza közé majd újra megnövekszik a felhőzet. Csekély csapadék is előfordulhat, bár nem ez lesz jellemző. Itt viszont éppen ebben a zónában mérsékeltebb lesz a szél, másútt erős széllökésekre számíthatunk, mivel az északi szél fog fújni, ezért ez csökkenti a hőmérsékletet, és még rontja a hőérzetünket is. Egyébként a mérhető maximumértékek 2 és 10 fok között változnak. Északon lesz ugye a legalacsonyabb a hőmérséklet, és a déli vármegyékben mérhetünk egyelőre még több ponton is 10 fokot. A következő napon, csütörtökön hasonló lesz az idő, 10 fok alatti maximumokra számíthatunk, de napsütésre ezt kevés fátyolfelhő zavarhatja csupán meg. Péntekre azonban érkezik hozzánk egy újabb front, úgyhogy megvastagszik a felhőzet, de még csapadékot is kapunk, azonban a délnyugati szél veszi át az irányítást, úgyhogy egy kis jó is lesz a napban, hiszen a hőmérséklet csúcsértékei újra meghaladhatják több helyen a 10 fokot. Azért olyan nagyon nagy melegre már nem számíthatunk, 5 és 12 fok között mérhetjük a maximumokat. Ahogy haladunk előre az időben, újra csökken a hőmérséklet. A hétvégén már csípős lesz az időjárásunk, vasárnap például 1 és 5 fok között mérhetjük a csúcsokat, hétfőn pedig néhol csak 0 fok lesz, még a legmelegebb percekben is. Ebből már önök is következtethetnek rá, hogy bizony az éjszakáink is jóval csípősebbnek ígérkeznek. És ezen a két napon is lehet csapadékra számítani, ilyen hőmérsékletértékek mellett viszont már nem esőre és záporokra. Helyenként hózáporok és gyenge havazás lesz az, ami előfordulhat. Tovább zsugorodott Nyugat-Európa legnagyobb hegye, a Mont Blanc. Szeptemberben 4805,59 méter volt a csúcs magassága, azaz 2,22 métert veszített a legutóbbi mérés óta. Ebben a szélnek és a csapadék mennyiségnek van nagyon nagy szerepe. A magasságok meghódításához fontos az akklimatizáció. Fel kell készíteni magunkat az oxigénhiányos környezethez. Ha olyan túrára indulunk, amely a tengerszint felett 2500 méteren éri el célját, akkor ismernünk kell az ezzel járó nehézségeket. A magasságot 3 lépcsőben definiálják a hegymászók. A nagy magasság 1500 és 3500 méter. Már 2100 méterrel a tengerszint felett elkezd csökkenni a vér oxigénnel való telítettsége, így van, aki már ebben a régióban fejfájást, szédülést érezhet. A 3500 és 5500 méter közötti szint már nagyon nagy magasság. Itt nehezebb a koordináció, romlanak a kognitív képességek. 5500 méter felett beszélünk a rendkívüli magasságról. Minél feljebb haladunk, a légköri nyomás annál inkább csökken. Ez magyarázza a magassági betegséget is. Ugyanis a vér normális oxigén szintjének fenntartása nagy magasságban bizony nem lehetséges. Én ezzel köszönöm meg a figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!